Reggeli történetek, amitől jól indul a nap. Egyszer a mester tanítása után eltöltött egy kis időt a tanítványokkal, beszélgettek, leginkább hallgatott és figyelte őket. Egyszer aztán, amikor egy kis csend lett, felállt, és tőle szokatlan módon egy viccet mesélt a tanítványoknak. Azok jó ízűt nevettek, nem gondolták volna, hogy a mesterüknek ennyire jó humorérzéke van. Folyt tovább az este, a mester megint felállt, és elmondta ugyanazt a viccet. A tanítványok ismét nevettek. De nem sokára újra elmondta. Ekkor már csak páran nevettek, a többiek értetlenül rázták a fejüket. Nem sokára a mester ismét elmondta a viccet, de már senki nem nevetett rajta. Ekkor azt mondták neki, mester, már megbocsáss, miért meséled el folyton ugyanazt a viccet? Elsőre, másodjára mindenki nevetett, mostanra azonban cseppet sem tűnik számunkra viccesnek. Miért nem nevettek ugyanazon a dolgon sokadszorra is, ha más dolgokon képesek vagytok állandóan bosszankodni? Iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a következő történetről.